Hát csak néhány lépés, és otthon vagyunk. Otthon, édes otthon. Az idei szezon is kemény volt. Végre üres a puttonyom. Még a pocakomat is ajándékoztam a Wertler Tamásnak. Nagyon jó fiú volt, sokat adtam neki. Há, drága barátom! Rudolf, a vörös orrú rénszarvas, ezek az emberek. Mindenki látja, hogy bíbor. Na jó, amikor ideges vagy, akkor tényleg egy kicsit piros. De amúgy emberek. Ezek azt hazudják a gyerekeiknek, hogy a boltba veszem az ajándékot. Még ha a boltba venném. Elmegyek egy óvodába, kiürül a zsákom, mire átérek, újra tele van. Megint kiürítem, jön a következő, odaérek, tele van. Nem tudok mit tenni. Akár itt is csinálok, akár hogy ürítem ki, mindig tele lesz. Nem kell sokat várnom. Ahogy megyek, egyre húzza a vállamat a súly, és megtelik. Ilyenkor karácsony után van egy kis időm pihenni, mert így legalább egy darabig üres. Bár igaz, hogy azt átalszom, úgyhogy nem tudom élvezni. Idén még a Jézuskának is be kellett segíteni. Nagyon fáradt vagyok. Jól esne egy kis pihenés. Kedves testvérek, a mai prédikáció a megtérésről fog szólni. Ja, szóval ezek szerint működni fog, nem? Ezt leveszem. Szia. Igen. Ne, a Mikulás helyen. Szóval a mai prédikáció a megtérésről fog szólni. A megtérés, ahogy látjuk a Bibliában, egy nagyon fontos szó, egy nagyon fontos cselekedet megtérni. Hogyha az evangéliumokra tekintünk, akkor látjuk, hogy az evangéliumok úgy kezdődnek, hogy Keresztelő Jánosról, Bemerítő Jánosról írnak, akinek az volt a üzenete az emberek számára, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Tehát az a momentum, ami előkészítette Krisztusnak az eljövetelét, azzal a felszólítással járt, hogy térjetek meg. És ugyanígy, amikor a kereszténység, mint nagy világi mozgalom, tehát amikor a világban elindult a nagy terjedése, pünköstkor, akkor is gyakorlatilag az első mondat, ami Péter szájából elhangzott, miután bebizonyította a hallgatóságnak, hogy Jézus, akitől keresztre feszítettek, ő volt a Krisztus, és megkérdezték az emberek, hogy mit tegyünk. Gyakorlatilag az első felszólítása ez volt, hogy térjetek meg. Most kérnék egy ugrást. Az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk. Amikor ezt hallották, mármint az emberek, akik felé beszélt Péter, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Tehát az egyik első felszólítása Péternek az volt, hogy térjetek meg. Aztán annyira fontos ez a megtérés, most egy újabb váltást kérnék, hogy Péter levelében egyenesen azt olvashatjuk, második levelében, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tehát ez a megtérés ez egy nagyon fontos dolog. Bevezette Jézusnak a munkásságát, János által, ez volt a felszólítás, hogy térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg, de amikor elindult a kereszténység, akkor is az első felszólítás az volt, hogy térjetek meg. Sőt, Isten annyira
fontosnak tartja ezt a megtérésnek nevezett valamit, hogy azt, egyenesen azt akarja, hogy mindenki térjen meg. Az a helyzet, hogy nem vagyok annyira régóta keresztény, idén, pont most lesz a hét közben, december 30-án, 4 éve, hogy bemerítkeztem, de azért nem is olyan kevés. De nekem ez a szó valójában mindig semmit nem jelent, nem tudom, ti vagy vagytok vele. Tehát van egy ilyen szakzsargon, hogy megtérni, amit úgy valamit jelent is, meg nem is, és nagy gondba vagyok az ilyen típusú keresztény zsargonokkal, amik számomra nem jelentenek semmit, mégis nagyon sokszor elhangzanak. Mert a jelentése üres, és amikor valaki mondja azt, hogy térj meg a bűneidből, akkor jó, oké, és mit csináljak? Tehát oké, megtérek, hogyan? Mondd meg. Vagy térjetek meg, stb. De mit csináljak? Mondd meg. Én megcsinálom, csak mit? Bármilyen tudományos munka az úgy kezdődik, hogy ha van egy fogalom, amit az a tudományterület használ, akkor azt megmagyarázni. Sajnos a biblia fordítók nekünk nem raktak be ilyen fogalom magyarázatot a Bibliába. De a jó hír az, hogy az eredeti nyelvben ezek a szavak, ezeknek olyan a jelentése, hogy az érthető. Az Ószövetségben a megtérésre azt a szót használjuk, hogy shuv, oda kiírtam héberül is, ami azt jelenti, hogy meg vagy visszafordulni. Ha belegondolunk, hogy milyen volt a Mózesi Szövetség, akkor ez nagyon, nagyon illik ez a szó a Mózesi Szövetséghez. A Mózesi Szövetség alapvetően cselekedetekre épült, hogyha megvoltak, hogyha ezt csinálod, akkor áldások jönnek, ha meg nem fogod azt, amit mondtam, hogy csinálj, akkor jönnek az átkok. Ha azt nem csinálod, amiket nem szabad, akkor áldások jönnek az életekbe, ha azt csinálod, amit nem szabad, akkor pedig büntetés kapsz, tehát átok jön az életedbe. Tehát a Mózesi Szövetség alapvetően egy ilyen cselekedet alapú szövetség volt, és az Ószövetségben a megtérés szó is egy ilyen cselekedet alapú, fordulj oda Istenhez, fordulj el a bűntől, fordulj oda Istenhez. De ahogy a Mózesi Szövetség sem tudott változást hozni az életünkben, úgy egy ilyen cselekedet alapú dolog, hogy elfordulok a bűntől, és azt fogom csinálni mostantól, ami nem a bűn, az sem hoz változást az életünkben. Ha az változást hozna, akkor sok más vallás is működne. De ez nem így van. Ha megnézzük az új szövetségi szót, azt, amit legtöbbször megtérésként fordítanak. Egyébként kétféle szót fordítanak az új szövetségben megtérésként a fordítók. Az egyik az egy ugyanúgy, mint egy ilyen meg vagy visszafordulást is fordítanak megtérésként. De van egy másik szó, és ez a szó szerepel azokban az igékben, amiket az előbb felolvastam, aminek az igének a alakja, hogy metanoeo, hogyha a főnévként megtérésként, az pedig metanoia. Ez pedig azt jelenti, hogy megváltoztatni a gondolkodást, megváltoztatni az elménket. Na ez már többet jelent, mint annál, hogy egyszerűen elfordulok a bűntől, és akkor azt cselekszem, amit, mert hogyha egy gyökeres változást indítok eleve az elménbe és magamba, vagy hozok létre, akkor az egy változás. Tehát változásra hív fel, amikor megtérésre hív fel, hívott fel János, Péter, vagy bárhol Jézus is, vagy az ige Pálon keresztül, akkor változásra hív fel, arra hív fel, hogy változz meg, változzon meg a gondolkodásod. És ez már így számomra jelent valamit. Hogyha megvizsgálunk további igéket, a római levélben például azt olvashatjuk, hogy Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testületeket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Itt egy kicsit ki van fejtve, hogy mi is ez a megtérés. Azt mondja Pál a levelébe, hogy változzunk meg értelmünk megújulásával. Itt a változás az a metamorfózis szóval kapcsolatos, ugye ezt mindannyian ismerjük, változni metamorfózis, amikor mondja, hogy értelmetek megújulásával, ez a nous, ami pedig ugyanaz, mint a metanoiába, a megtérésbe az elme, értelmünk megújulásával. Tehát erre kér minket Isten, hogy változzunk meg az értelmünk megújulásával, hogy megítélhessük, hogy mi az Isten akarata számunkra is, a mi életünkben, és ezáltal mi is tökéletessé és neki tetszővé váljunk. Hogyha egy másik igét megnézünk, apostolok cselekedeteiben, amikor Pál védekezett, Agrippa királynak elmondhatta az ő védőbeszédét, és mesél arról, amikor Krisztus elhívta őt az ő küldetésére, azt mondja, ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg,
forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Itt kettő igét, többet látunk, de hogy mit hirdetett azzal kapcsolatban, kettő igét látunk, a három igét látunk, amit Pál mond, térjenek meg és forduljanak Istenhez, illetve hogy éljenek a megtéréshez méltóan, de hogy előfordul a megtérés is, és az odafordulás is. Ugye az odafordulás, elfordulás és odafordulás az ott az ószövetségi szó a megtérésre, de előtte meg kell térni. Na és ez az, ami egy működőképes út. Hogyha megnézzük, hogy milyen szavak vannak ott, tehát megnéztem a görög Bibliában is, illetve a héber Bibliában, ami modern héber Bibliában is, az Új Szövetségben is. Tehát a térjetek megvan, ott ez a metanoeóval kapcsolatos szó van, a maga ragozásával, stb. A fordulásnál pedig ugyanaz a súv, mint ami az ószövetségi szava a megtérésnek a Bibliában. Sőt, megnéztem a Septuagintát, ugye, ami a héber régi zsidó fordításnak a görögre való, régi héber Bibliának a görögre való fordítása, amit sok zsidó atyafi használta abban az időben. És ott is a megtérésnél abszolút nem a metanoeo szó szerepel, hanem fordulással kapcsolatos. Tehát van két szó, amit megtérésként szoktunk használni. Az egyik az, hogy forduljunk el a bűntől, és forduljunk oda Istenhez, és egy helyes életet érjünk. De ami ennek az alapja, ami ezt lehetővé teszi, az a megtérés, amikor megváltoztatjuk a gondolkodásunkat értelmünk megújulásával. Most az a kérdés, hogy mi köze van ennek a Mikulás puttonyához? Hát nagyon sok. Tehát mi köze van ennek az egésznek a Mikulás puttonyához? Nagyon sok köze van ennek a Mikulás puttonyához. Talán van olyan ismerősötök, aki élte itt Magyarországon a maga kis életét, és tele lett a hócipője. Egyszerűen nem érezte jól magát, mindenféle baja volt, problémája volt, és úgy gondolta, hogy kipróbálja magát külföldön, és elment, fogadjunk Londonba. Tehát a nagy valószínűséggel elment Londonba. És élte ott az életét, és egy darabig jó volt, aztán egy-két év után, de ez is lehet, hogy pár hónap után, ugyanolyan rosszul érezte magát. Ugyanúgy nem találta a helyét, ugyanolyan keserű volt, ugyanolyan elégedetlen volt a saját életével. Körülményei jobbak lettek, de valahogy ugyanolyan boldogtalan volt. Vagy vannak olyan keresztény testvérek, akik meghallják az evangéliumot, fantasztikus örömmel befogadják azt, bemerítkeznek, kicsattannak a boldogságtól, és néhány év elteltével ugyanolyan keserűek, mint előtte voltak. Mint amikor megtértek. Hát lehet, hogy van ilyen ismerősötök, a jelenlevők persze mindig kivételek, nyilván nem ti vagytok ezek. De előfordul sajnos a keresztény világon is ez. És mi ezzel a probléma? Vagy mi köze van ennek a Mikulás puttonyához? Az, hogy amikor a barátunk kimegy Londonba, vagy amikor megtérünk, akkor kiürítjük a puttonyt, és nagyon jó, üres az egész, és felszabadulunk. Csak hogy ott marad a puttonyunk. És az a puttony előbb-utóbb, mint a Mikulásnak a puttonya is, újra tele lesz. És újra nyomni fogja a vállunkat, és újra nehéz lesz. És lehet, hogy valamit váltunk megint az életünkben. Eljövünk, Isten tiszteletet tartunk, egy nagy bűnvallást. Elköltözünk Sydneybe. Vagy munkahelyet váltunk, az is elég. Férjet, feleséget, barátnőt. Valamit váltunk, tehát valami váltásra van szükségünk. És akkor megint jó egy darabig, de aztán megint tele lesz a puttonyunk. Azért, mert a puttony ott van a hátunkon. És a megtérésnek és a Mikulás puttonyának az a köze egymáshoz, hogy a megtérés az, amikor a puttonyt eldobjuk. Nem egyszerűen kiürítjük, hanem eldobjuk a puttonyt. És kérdés az, hogy lehet eldobni ezt a puttonyt. Hát három példát, vagy három dolgot szeretnék most mondani, nyilván lehet sokkal többet is. Az első, most jön a következő dia, az, hogy zárjuk le a múltat. Mi emberek alapvetően emlékek alapján működünk. Ez egy érdekes viselkedésünk, hogy sokszor az alapján működünk, hogy milyen a emlékünk dolgokról. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egy ilyen kis mókás példa talán, nem is biztos, hogy a legjobb példa, amit fel lehet hozni. Reggelizni úgy szoktam, hogy veszek egy ekkora teljes kiülésű bagettet, és akkor vagy veszek hozzá egy kaukázusi kefirt, ami 280 forintba kerül, körülbelül, vagy egy ilyen kókuszos kakaót, ugye Tomi nagyon jó tudja, hogy ezt igencsak szeretem. És valamelyiket megveszem egy közül a kettő közül, és én ezzel nagyon boldog vagyok. És megyek a boltba, és ismerem az árát, megveszem, jó. Eltelik a év, ugorhatunk. Jön január 5-e, megyek a boltba, és megváltozott az ára. A kaukázusi kefirnek lecsökkent az ára, gondolom azért, hogy olcsóbb a tej, 240 forintra.
A kókuszos kakaónak biztos, mert a kókusz ára hirtelen felment, pedig 280 forintra megnövekedett. Mi fog ebből történni? Ha eddig úgy vettem, hogy nagyjából fele-fele arányba vettem éppen, hogy most tegnap kefirt ettem, akkor a kakaót iszok, stb. Stb. Tuti, hogy az fog bennem történni, hogy áruhadékok megemelték az árát a kakaónak, viszont levitték az árát a kefirnek, hát akkor kicsit nagyobb elánnal fogok kefirt venni, tehát kicsit több kefirt fogok venni, és egy kicsit kevesebb kakaót. De ha ugorjunk egyet, ha mondjuk teszem azt 3 évvel külföldi számvezetés után most érnék haza Magyarországra, és látnám azt az árat, hogy a kefir 240 forint, a kakaó pedig 280, valószínűleg ugyanúgy 50-50%-ban venném mind a kettőt. Tehát az emlékeny, csacska példa, elismerem, de egyébként ez működik. Tehát egyébként ez a típusú dolog, ez működik az életünkben. Tehát az emlékeim milyen módon befolyásolnak engem, hogy nem arra tekintek, hogy nagyjából egyébként ugyanannyi az áruk, stb., hanem volt egy kis változás benne. Tehát arra tekintek, hogy mi az emlékem azzal a dologgal kapcsolatban, és az alapján hozom meg a döntésemet. És ez így van az életünkkel is. Nagyon sokunknak vannak talán olyan dolgok, amiket a gyerekkorunkból hozunk, és nincsenek lezárva. És ezek erőteljesen befolyásolják az életünket, és ott a puttony, és megtelik időről időre, akár kiürítjük, akár nem, akár nincs irány vele, ott az a puttony, és időnként lehúz, és időnként elkeserít. De nem is biztos, hogy kell, hogy ilyen rossz emlék legyen. Nem is biztos, hogy valami rossz gyerekkori dolog legyen. Mert van, akinek nincs. Hanem lehet egy rossz tapasztalatból, barátokkal való tapasztalatból, munkahelyi tapasztalatból való emlékek, amik befolyásolják a jelenlegi döntéseinket. Célszerű ezektől megszabadulni. Pál apostol azt írja a Filippi levélben, nem mintha már elértem volna mindezt, azaz az örök életet, a feltámadást, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát mit mond a Pál? Ami mögöttem van, azt elfeledve. Szeretjük azt mondani, hogy igen, hogy az nagyon fontos a múltunk, meg minden a személyes múltunk is, mert visszagondolunk rá, és akkor az alapján tapasztaltabbak leszünk, és akkor jobb döntéseket fogunk tudni hozni. Csak a probléma ezzel az, hogy nagyon gyakran a múltunk visszahúz. A másik pedig az, hogy a rossz döntéseinkből nem azt fogjuk tudni, hogy mi a jó döntés, hanem azt tudjuk, hogy mi a rossz döntés. Tehát a régi rossz döntéseinkből, amik tapasztalatként felhalmozódnak az életünkben, nem fogjuk tudni, hogy a következő helyzetben mi a jó döntés, az 5000 döntés közül. Csak az, hogy mi az az 5, ami rossz. Maradt 4995, juhé. Valóban leszűkült a rossz döntéseknek a lehetősége. Viszont mit mond Pál? Hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekik feszülve fut. Tehát, hogyha mi elfelejtjük a múltunkat, és ami előttünk van, az ige, Krisztus Jézus elhívása, a mennyei cél, ha arra tekintünk, és az alapján hozzuk meg a döntésünket, hogy mi az, ami engem oda visz, az alapján tudunk jó döntéseket hozni. Vannak tehát a múltunkban dolgok, amiket le kell zárni és el kell felejteni. Ehhez az is lehet, hogy szakemberre van szükség, hogy ez segítsen lezárni, de azt a puttonyt, amit a múltunk jelent, el kell dobni. Mert hogyha nem dobjuk el, akkor az meg fog tenni időről időre, és lehet bűnvallást tartani, lehet jönni Isten tiszteletre, lehet megújulni, lehet úgy hazamenni vasárnap, hogy juhé, de jön a hétfő, és elkezd telni az a puttony. Sőt, jön a vasárnap dél, és elkezd telni az a puttony. Tehát el kell felejteni azt, ami volt. Barátok vannak, házi csoportok, keresztény pszichológusok, és ők segítenek ebben. A következő, hogy új alapra kell helyezni a gondolkodásunkat. A másik tulajdonságunk nekünk embereknek, és ez az előzőnél is, az emlékezésnél is ott volt, hogy különbségekben tudunk gondolkodni. Azt írtam ide fel, hogy relativitás elve. Tehát különbségekben tudunk gondolkodni. Most itt egy példa, tegyük fel, hogy Tamás, Fóris Tamás meg akarja rendelni a korbács és kereszt, vagy hogy neveljünk engedelmes gyülekezetet Krisztus számára. Folyóiratot, ott látjátok a logóját. És szembesül a honlapon, korbácseskereszt.hu-n, 3 opcióval az előfizetések alatt. A digitális előfizetés 5000 forintba kerül. A nyomtatott előfizetés 10000 forintba kerül. A nyomtatott és digitális együtt 10000 forintba kerül. Ugye Tamásnak van egy iPad-je, tehát tudja, hogy te tudnál használni a digitális előfizetést is, mert ugye a számítógép monitor előtt azért tényleg kényelmetlen olvasni. Viszont, hogyha van valakinek egy tabletje, vagy egy ilyen nagyobb okostelefonja, akkor már a digitális előfizetés szóba jött. Ugye melyik a legjobb biznisz ezek közül?
Az emberek nagy része azt fogja választani nyilván, hogy a nyomtatott plusz digitális, hiszen az gyakorlatilag a nyomtatotthoz képest ingyen megkapom a digitálist. És erre vannak tesztek. És ez jön ki, hogy az emberek nagy része ilyenkor azt választja. Viszont, hogyha megváltoztatjuk a dolgot úgy, hogy kivesszük a középsőt, vegyük ki, akkor van két lehetőség. Van egy digitális előfizetés, és van egy nyomtatott. Nyomtatott plusz digitális. Na itt már akkor érdemes elgondolkodni. Megér nekem 5000 forintot az, hogy a digitális mellé megvegyem azt a nyomtatottat? És az emberek többsége ilyenkor már tudja, hogy nem éri meg. De mi az, ami történt? És azt senki nem választja, hogy nyomtatottat vesz nyilván. Hát annak semmi értelme nincs. Mert akkor már tényleg ingyen ahhoz képest ott van a nyomtatott plusz digitális. Tehát van egy olyan kérdés a lehetőségek között, amiket választhatok. Van olyan, ami senkit nem érdekel, és senki nem fogja választani, mégis megváltoztatja a döntésemet olyan irányba, hogy a rossz döntést fogom hozni. És egyébként az életben tele vagyunk ilyenekkel. Hát a választásai nagy része olyan, hogy a soha nem fogjuk meghozni, de mégis az olyan irányba fogja megváltoztatni a mi döntéseinket, hogy rossz döntést hozunk. Miért van ez? Mert nem stabil alapon áll a gondolkodásunk. Nem stabil alapokon áll a gondolkodásunk. Mert hogyha stabil alapokon áll, akkor ilyen egyéb rossz körülmények nem fogják nekünk megváltoztatni a döntésünket. Tehát az a kettes pont, hogy stabil alapra kell helyezni a gondolkodásunkat. Hogyha ugrunk egyet, akkor az első korintusi levélben olvashatjuk, hogy más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Tehát, hogyha döntések elé kerülünk, ha döntést kell hoznunk, akkor ne azt nézzük meg, hogy mik azok az opciók, hanem tekintsünk Krisztusra. És az alapján hozzuk meg a döntést. Mert lesznek olyan lehetőségek a választásra, amiket egyébként nem választanánk, de a rossz irányba fogják, tehát a helytelen irányba fogják nekünk befolyásolni a gondolkodásunkat. Tehát az ember alapvetően nem egy ilyen lecövekelt valami, hogy az ott áll stabilan, hanem így mozgunk, és a körülöttünk levő dolgok alapján ítélünk. És ezért nekünk szükségünk van egy pontra. Lehet, hogy most ilyen irányba vinnének el minket a dolgok, lehet, hogy olyan irányba, de van egy fix pont, názáreti Jézus a mi életünkben. És hogyha ahhoz viszonyítunk mindent, hogy mi az, ami hozzánk közelebb visz, akkor jó döntéseket tudunk hozni. Az Efézusi levélben olvashatjuk a második fejezetben. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és övények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népének. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Tehát a sarokkő Jézus, minden, ami ha van egy fixpont az életünkben, akkor annak Jézusnak kell lenni. Van, akinek más fixpontok vannak az életében. Igyekszik az ember fixpontokat rakni az életébe. Jól éljek, gyerekek, stb. Mert azért tényleg nehéz úgy dönteni, hogyha nincs egy horgony. De igazán jó döntéseket akkor fogunk hozni, hogyha az a horgonyunk, hogy fogok én tökéletesebbé válni, hogy fogok én közelebb kerülni Krisztushoz. Máté evangéliumában nagyon jól ismerjük ezt az igét, a hegyi beszéd végén írja Jézus, pont erről beszél. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Abszolút ezt írja le, ami a problémánk az életben, hogy nincs fix pont. Legalábbis ha van is, akkor nem helyes. Tehát vagy nincs fix pont az életünkben, vagy nem egy olyan, ami jó motiváció az életünkben. Kell, hogy legyen fix pont az életünkben, és ez az, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni Jézushoz. Ha ez alapján hozzuk meg a döntéseinket, akkor jó döntést hozunk. Megtérés, változtassuk meg a gondolkodásunkat. Az legyen a gondolkodásunk, hogy kerülünk közelebb Jézushoz. A harmadik pont, hogy hogyan tudunk még a megtérésünkbe segíteni, az, hogyha a környezetünket megváltoztatjuk. Ugyanis a külső hatások nagyon nagy hatást gyakorolnak ránk. Ugye van itt egy kicsit sötét ez a kocka, van itt egy ilyen bűvös kockaszerűség, de megegyezhetünk, hogy ez milyen színű. Barna. Hát ez milyen színű? Sárga. Itt a monitoron, hogyha nagyobb fény lenne, akkor egy kicsit sárga, ugye? Viszont, hogyha elvisszük a hátteret, Tamás,
Tökéletesen azonos színűek. Dobj még egyet? Nyomj előrefelé. Azért az biztos, hogy világosabb az, ami ott van lent, ugye? Most rakd egymás mellé a kettőt? Vagy menjünk egyel arrébb. Ez tényleg így van, tehát leszedtem minden a színeket, és tényleg ez a két szín, ez teljesen azonos. Tehát itt nem trükkről van szó, nem arról van szó, hogy itt egy kicsit így világosítottunk rajta, és akkor, hogy meglegyetek viccelve, hanem az, a két szín tökéletesen azonos. Mit akarok ezzel mondani? Megtérünk, bemerítkezünk, feldolgozzuk a múltunkat, Krisztusra helyezzük az életünket, de meg ugyanabban a kocsmában járunk péntekenként és szombatonként, mint amiben eddig tettük. Vagy például én ugyanúgy járok foci meccsre, és ugyanúgy rúgdosom a kerítést hétvégenként. Tehát, hogyha ugyanabban a közösségben, ugyanabban a környezetben fogunk járni, aki nem épített minket, mint előtte, akkor ha nem is lehúz, de az értékítéletünket meg fogja változtatni. Tudjátok, az embernek az egyik legjobb képessége, a legjobb érzéke az a látás. Nagyon látásra alapuló lények vagyunk. Ha tudunk valamit, akkor az a látás az biztos. Hallani is nagyon jó hallunk egyébként. Tehát jó, vannak jobbak az állatvilágban, de azoknak vagy a látása rossz, vagy ha van jól látó, akkor annak valami más. De alapvetően nagyon-nagyon jól látunk. Tehát ha valamit tudunk, akkor az a látás. És a látásunkat egyszerűen a környezetünk ilyen brutálisan meg tudja változtatni. Ugyanazt a dolgot, ha egy kicsit más a környezete, már egy kicsit világosabbnak látjuk. Még hogyha világos a környezete, akkor egy kicsit más sötétebbnek látjuk, valóságosabbnak látjuk, látjuk a valódiságát. De lehetne egyébként más példát is hozni. Milyen színű ez? Fekete, igaz? És ez? Milyen színű ez? Fehér, ugye? És akkor ez? Tehát ahol nincs fény, ott ugye? És ez a fekete. Értitek, mit akarok mutatni? Ahol nem világít a projektor, az a fekete szín, de az ugyanaz, mint ez. Rédesen világít a projektor. Tehát a környezetünk nagyon-nagyon erőteljesen befolyásolja a mi képérzékeinket. Tehát a szemünk fantasztikusan jól működik, de ilyen könnyű becsapni. Biztosíthatlak róla, hogy az erkölcsi érzékeink nem olyan jók, mint a látásunk. Tehát egyszerűen egy olyan közegben mozgunk utána. Most nem arról beszélek, hogy a munkahelyünk, vagy az, hogy a buszon ne szálljunk fel, hogyha van ott egy bűnös ember is, hanem ki az, akivel közösséget vállalunk. Tehát az a közösség, ami az életünk mindennapját kiteszi, a sötétségben jár, akkor a sötétet is világosnak, akkor kicsit, annál is kicsit világosabb, de sötétet is világos, már világosnak fogjuk látni. Míg hogyha a világosságban járunk, akkor már a kicsit is sötétnek fogjuk látni. És egyszerűen nem akarunk mi közösséget azzal, ami egy kicsit is sötét. És ahhoz, hogy jól tudjuk ezt megítélni, az olyan közegre, olyan környezetre van szükségünk. Ezért is jó a gyülekezet. Ugye két-három héttel ezelőtt volt tanítás a gyülekezetről. Értitek? Azt mondja Pál a II. Korintusi levélben, ne legyetek a hitetlenekkel felemásigában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Ugyanerről beszél. Egyszerűen, és itt, jó, menjünk egyet tovább? 1. Korintusi levél. Amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldoznák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Ez a két ige is egészen pontosan erről beszél. Hogyha nem jó közegben vagyunk, akkor előbb-utóbb az ördögnek fogunk elkezdeni áldozni. Hiszen befolyásol minket a környezetünk. Befolyásol az erkölcsi megítélésünket, vagy ítélkezésünket. Az 1 Korintus 5.9.11-ben olvashatjuk. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Tehát itt egyértelműsíti Pál, hogy nem arról van szó, hogy a munkahelyeden vagy akárhol nem lehetnél kapcsolatban azzal az emberrel, aki nem Krisztust követi.
Te közösségben ne legyél velük. Most konkrétan arról beszél, hogy azzal, aki testvérnek hívja magát, de valójában parázna, bűnös, stb. Ő lenne legyél közösségben. Ebben nyilván benne van az is, aki nem is hívja magát testvérnek, de parázna, bűnös, stb. Közösségben ne legyen velünk, ne legyünk vele. Tehát ne az legyen a közösségünk, ne az legyen az életünknek a helyszíne. Az életünk helyszíne az legyen a szenteknek a közössége. És egyébként meg a tevékenységünket végezhetjük a sötétségben, de az életünknek a helyszíne az legyen a világosságban. Mert ha nem így van, akkor megromlik az erkölcsi érzékünk. Kedves testvérek, ennyi lett volna a Mikulás puttonya. Tehát a Isten arra szólít minket, hogy térjünk meg. Változtassuk meg a gondolkodásunkat, értékeljük át a dolgokat. Dobjuk el magunktól a múltat, zárjuk le, és tekintsünk előre. Jó? Helyezzük új alapra az életünket, helyezzük új alapra a gondolkodásunkat, ami stabil. Legyen fix pont az életünkben az, hogy én Krisztushoz akarok közelíteni. És ez segíti a döntésünket. És harmadik, a közösségünk az a szentek közössége legyen. Tehát az életünknek a szintere az a szentek közössége legyen. Lehet kapcsolatban lenni nem szentekkel, de az életünk közössége az a szentekkel legyen. Egy igével szeretném zárni, amit már felolvastam nektek római levélből. Az Isten irgalmára arra kérlek rá titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És hiszem ezt, hogyha megváltoztatjuk gondolkodásunkat alapjaiban, akkor megszentelődünk. Ne csapjuk be magunkat, azt mondja az ige, Isten megszentelődése hívott el minket. Amen. Imádkozzunk.